pontra még az áhított bennmaradástól az NTK futballcsapata, amely régen volt már ilyen nehéz helyzetben az első osztályban. A tehetséges saját nevelésű fiatalokkal operáló Kékfehér Gárda idén sok játékosát adta el, a bajnokság végére maradt így az idegek harca, amit például a szatmári kapus nem is bírt, száműzetve magát a keretből. Hungária körúti diagnózisja Garami József szakmai igazgatóval, mondhatni örökös trénerrel, és Kanta József csapatkapitánya. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt kívánok! Ugye megvolt ez a Szolnok elleni győzelem, és hát ez most gondolom ebben a thrillerben egy kis nyugalom, egy kő a szívről. Kissé megkönnyebbülhettetek? Hát a helyzet az, hogy nagy nyugalom azért nem költözött a csapathoz, de kétségtelen, hogy nagyon fontos volt ez a győzelem, mert lehetőséget ad arra, hogy egy jó folytatás esetén elkerüljünk erről a helyről. Gondolta volna az év elején, hogy ilyen gondokkal kell majd küzdeni? Azt tudtam, hogy nehéz évünk lesz, és ezt egy kifejezésre is juttattuk azzal, hogy a helyezési cél, ami egyébként nem szokott lenni, az sokkal szerényebb volt, 6. hely. De annyi minden történt így évközben, negatív dolog, kicsit szerencsétlenek is voltunk, hogy hát ide jutott a csapat, és most tényleg nagyon kemény időszakot élünk át. Hát egyrészt mindenki tudja, hogy milyen nagy problémát jelent egy kiesés, másrészt pedig hát most ezt a 4 mérkőzést nagyon keményen meg kell fogjuk. Jóska, mennyire viseli meg a társaságot, a csapatot ez az idegi harc? Hát úgy gondolom, hogy elég komolyan megviseli, tehát ez látszik a játékunkon, hogy nagyon görcsösen játszunk. Hát az önbizalom hiánnyal szenved jó pár játékosunk. Ez nagyon fontos volt, hogy végre sikerült nyerni, hiszen ez egy első lépcsőfok volt annak, hogy egy kicsit elinduljunk felfelé. Nehéz átélni ezeket a meccseket, mert az elmúlt években azért rendszeresen azért a bajnokság elejéhez tartozott a társaság, tehát így más célokért küzdeni, ez elég nagy teher most így, főleg úgy, hogy egy elég fiatal kerettel is dolgozunk most, úgyhogy, de hát mi futballisták vagyunk, tehát nekünk ez a dolgunk, el kell viselni a terhet, és igenis benne kell tartani a csapatot. Ennek a hektikus helyzetnek tudható be szatmári kapus meggondolatlansága is? Hát én őszintén nem igazán kívánok foglalkozni ezzel az ügyel, de úgy gondolom, hogy nem lehet kikerülni. Azért annyit elmondok, hogy a szatmári Zoli éveken keresztül harmadik, második számú kapus volt, majd első számú kapus lett. A vég Zoltán, mikor távozott a klubtól, és jól is védett. Aztán egy hosszabb sérülés következett, utána is rendbe igazodott, és jól védett. Az idén pedig én is erőltettem azt, hogy szerződést hosszabbítsanak vele, hisz megfelelő képességű kapusnak tartottam. Itt a hosszabbítás után valami változás történt azért, egyrészt észre lehetett venni a magatartásában, másrészt persze nem ezzel összefüggésbe, de teljesítménye is gyengébb volt, amit természetesen mindig kiértékelem, a mérkőzéseket elemezzük, és egyénileg végigszaladok, hát úgy gondolom, hogy ez vele is természetesen megtörtént, és ez úgy érzem, kisebb feszültséget okozott nála, és meg az, hogy nem úgy ment neki a védés, ahogy ő is szerette volna. Bocsánat, mester, ilyenkor egy jó pedagógus az majd ad még lehetőséget, amikor lement ez az egész herce-hurca, és visszatér erre, vagy pedig ilyenkor azt mondja, hogy hát megvolt a lehetőség? Természetesen megvolt a lehetőség, és én lezártnak tekintem ezt az ügyet most. Úgy érzem, hogy ez a helyes. Uh-huh. Menjünk tovább a sorsoláson. Ha minden igaz, úgy tűnik, hogy talán a szombat elleni mérkőzés lehet majd a legkritikusabb, a legdöntőbb, nem? Hát ezzel lehet vitatkozni, igazából nekünk mindegyik mérkőzés ugyanolyan fontos, hiszen egy pontra van előttünk a Siófok. Most megyünk Zalaegerszegre, egy kimondottan jó csapathoz, mi igazából egyelőre csak ezzel a mérkőzéssel szeretnénk foglalkozni. Ezt mindenféleképpen sikeresek szeretnénk lenni, hiszen Zalaegerszegen úgy érzem, tud nyerni a csapat, hiszen kupa mérkőzésen játszottunk már ott egy ilyen elég kiegyenlített mérkőzést, ahol talán győzhettünk is volna. Ezzel foglalkozunk, aztán utána a következő lépcsőfokok, tehát
nem tekintünk még ennyelőre. Dunántúli ellenfelek. Úgy jött ki a lépés, hogy Dunántúli ellenfelek lesznek. Tehát az biztos, hogy ott fog eldőlni ez a bentmaradás. Mennyi esélyt ad rá, mester? Hát a helyzet az, hogy remélem, hogy változik ez a szerepünk, amit betöltöttünk az utolsó mérkőzéseken. A tavasz folyamán egy-két mérkőzéstől eltekintve egész jól játszott a csapat, helyzeteink voltak. Lehetett volna bármi az eredmény, tehát nem vereség, hanem döntetlen vagy győzelem. Általában ezek nem így alakultak, remélem ez megváltozik, hisz és bízom abban, hogy továbbiakban még javul a teljesítményünk és meg tudjuk oldani. Hozzáteszem, nagyon jó csapatok ezek, tehát egy kiegyensúlyozott bajnokságot jelent legalábbis az alsó régió, és a Szombathely, nem akarom különösképpen értékelni őket, de visszalévő mérkőzéseken tényleg jó csapatok ellen fogunk játszani. Józsi, ugye volt szurkolói ankét, az a háttértámogatás, ami az egyesületnél, ami a lelátón, ami a baráti kör és a szurkolók részéről megvan, az megfelelő, tehát az egység megvan a társaság, a csapat és a szurkolók között? Az elégedetlenségek ellenére is? Igen, a szurkolók között is azért természetesen vannak olyanok, akik javarészt támogatnak minket, tehát elég nagy százalékban támogatnak minket a szurkolók, tehát rengeteg üzenetet, meg beszélgetésekből kiindulva szeretik a csapatot, és bármi is a helyzet, kiállnak a csapat mellett, és természetesen, ahogy szokott lenni, vannak negatív hangok is a lelátóról, ugye MTK-nál nincsenek olyan nagy számban a nézők, ilyenkor azért bekiabálásokat, a negatív bekiabálásokat azért sokkal jobban lehet hallani egy játékosnak, bár annak ellenére, hogy mi a játékkal foglalkozunk, de azért természetesen lehet hallani, ezek nem viszik előre a dolgot, tehát de úgy gondolom, hogy ez a futballban benne van, az ilyen szurkolói hozzáállás is, de úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk a szurkolóinkra, hiszen az egy nagy százalékban a csapat mellett vannak ebben a nehéz helyzetben is. Mester, lesznek-e feltételei, mondjuk tegyük föl, hogy sikerrel megvívják ezt a sorozatot, az MTK bemarad az első osztályba. Ugye kell egy nagy levegőt venni, húzni egy vonalat. Milyen feltételei lesznek, lehetnek-e, hogy ez ne fordul elő még egyszer? Hát a helyzet az, hogy már beszélgettünk róla, hogy túlköltekezés volt, most ezt időzőjelbe teszem, tehát több játékos távozott, mint amennyit lehetséges, és hát ezért kerültünk igazából ebbe a helyzetbe, és én úgy látom, hogy a csapatot egy kicsit meg kell erősíteni, és erre azért gondolom, hogy lesz lehetőség, mert ezek a hangok és az elgondolások a pillanatnyi vezetőkben is elültek, és ez szerint történnek a dolgok. Mondhatjuk-e azt, hogy akár első osztály, akár másodosztály, hova tovább a Hungária körút egykoron korábban Pécs örökös Sir Alex Fergusonjaként marad a kispadon mindenképpen? Hát én a sorsommal nem tudok foglalkozni, mert most egyelőre... Ha önszántából kell, akkor... Hát a helyzet az, hogy én annak ellenére, hogy most ilyen nehéz helyzetben vagyunk, jól érzem magam, mert nagyszerű kis közösség van. Most kifelé úgy tűnik, mintha valami probléma lenne, de hát nincsen semmilyen probléma, és jól melózunk. Hát remélem az eredmények azt hozzák, hogy bennmaradunk. Ha nem maradunk be, akkor el kell gondolkozni, hogy mindenkinek, hogy mi a teendő. Ez rejtélyesen hangzik, ami nem jelenti azt, hogy feltétlenül mindenáron távozni kell, mert akkor is kell tenni a klubért. Józsi, magának a most meglévő csapatnak a magja, az együtt fog-e maradni szerinted? Hát igazából ez én nem tudom igazából, hogy a klubvezetésnek mi a célja így a játékosokkal. Természetesen van egy ilyen koncepció az MTK-nál, hogy idővel próbálják értékesíteni a játékosokat. Ez a klubvezetéstől elhangzott egy olyan, hogyha kiesik a társaság, akkor senki nem mehet sehova, tehát mindenki marad a másodosztályban. Tehát ilyen szempontból akkor remélem, hogy nem marad együtt, hiszen akkor bent maradnánk, és akkor esetleg lenne lehetőség egy pár embernek előrébb lépni. De igazából ez a jövő zenéje. Most egyelőre a következő mérkőzésekkel kell foglalkozni, a nyár az még odébb van. Akkor a kívánságlista már megvan, hogy nézzen ki a jövő évi csapat? Hát kívánságlista természetesen egyelőre nincs, de hát beszélgetünk róla. Százalékba, ez utolsó kérdésem.
bemaradás? Hát én bízom benne, nem mondhatok 100%-ot, és a számokkal nem szeretek dobálózni, hogy én azt mondom, hogy bízom benne, hogy bemaradunk. De 50 fölött bőségesen? Hát én annak tartom, igen. Józsi? Egyetértek én is. Nagyobb százalékban ugye bízom a csapatban, és inkább mindenféleképpen ilyen 80-20 százalékban most akkor, hogyha már számokat kérdeztél. Uraim, akkor jó munkát, kitartást és mérkőzéseket, és aztán visszatérünk, meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.